Ugye nagyon-nagyon remélem, és nagyon-nagyon bízok a magyar válogatottnak az olimpiai kvóta kiharcolásába, és az, hogy ez meg lesz. Azért avval nem nagyon értek egyet, hogy a csoportból itt ez sétagalop lesz. Ez egy nagyon komoly menet lesz a csoportmérkőzés, és nyilván nem elsősorban a szenegáli csapatra gondolok, hanem azért a Montenegro, Románia, tehát Spanyolország egy nagyon komoly játékerőt képviselnek, és nyilván nem mindegy, hogy milyen pontszámmal megyünk tovább a csoportból, de nagyon-nagyon reménykedek benne. Nagyon fontos lenne a magyar kézilabdának, hiszen utánpótlás szinten a női szakág hihetetlen eredményesen zárt az elmúlt években, és hogy a felnőtt csapatot tudjon lenni az olimpián, és nagyon-nagyon szurkolunk nekik a helyszínen a második héttől. Én azt gondolom, ha azt nézzük, hogy a végső sikerre én a francia és az orosz válogatottat várom. A norvég válogatottnál talán a rengeteg sérült és a pici aggodalma tölt el, hogy a mi két nagyon jó és nagyon meghatározó játékosunk, a Kari Bratzett és a Stine Oftedal szinte egyedül van a posztján, de nyilvánvaló, hogy a hazai nemzeti válogatottjában mindenki 100%-ot próbál nyújtani, vagy talán még annál is többet. Őnekik egy picivel kevesebb esélyt látok most, hogy odaérjenek, de biztos, hogy az olimpiai kvóta megszerzésére őnekik is nagyobb most azért az esélyük, amellett, hogy talán a dobogó elérése a cél most igazából nekik a sok hiányzó miatt. Ugye azért, hogyha megnézzük a magyar válogatottat, akkor azt látjuk, hogy több olyan játékos van, akik korábban nem szerepeltek, fiatalok is vannak bőséggel. Mi lehet majd szerinted a mi erősségünk ezen a VB-n? Ugye a fiatalság és nagyon, nagyon bátran nyúlt hozzá a szövetségi kapitány ehhez a garnitúrához, ugye a Ferencvárosi mag, ugye klubcsapatként együtt tud játszani, nagyon jól ismerik egymás gondolatait. Talán a fiatalság lehet az egyik probléma is, hiszen sorozatmérkőzések lesznek, és azért a teljesítmény hullámzó lesz, ez nem lehet kérdés. Ugye az nem mindegy, hogy ki ellen fogunk hullámozni, egy román, vagy egy spanyol csapat, vagy egy montenegrói csapat, hiszen a Montenegro is nagyon-nagyon erős, hozzáteszem, hogy rendkívül tapasztalt jó játékosokkal, de én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a sportforma ellenük lesz a legjobb, és a csoportból annyi ponttal tudunk tovább menni, hogy az elég legyen. Ugye a győri csapatból a magyar válogatottba két játékos került be, Kis Évi és Faluvégi Dorottya. Ilyenkor, amikor látod őket a pályán, akkor el tudsz vonatkoztatni, hogy te az ő edzőjük vagy? Vagy azért ott nézed őket, hogy lehet, hogy ez kicsit máshogy kellett volna, vagy ez egy megoldás? Természetesen nem tudok elvonatkoztatni, de természetesen helyén kezelem a dolgot, és 100%-ban a pozitív és a buzdítás és az olyan fajta segítség, ami természetesen a helyén való, abszolút nem tolakodva, hiszen a válogatottnál megvannak erre a kompetens személyek. Próbálom nézni, illetve az a fajta minimális kontakt, ami ilyenkor megvan köztünk egy-egy SMS formájában, vagy nyilván, hogyha helyszínen találkozunk, nem fog belemenni a szakmába, de azért nyilván nem tudok kibújni, meg nem is akarok kibújni a bőrömből, és mint az edzőjük, és az egész évben vele dolgozó edző ilyenkor nem tud megváltozni. És hogyha látok valami problémát vagy hibát, azt a megfelelő módon nyilvánvaló, hogy megteszem, hogy valamilyen szinten tudjak nekik segíteni. És amikor a játékosok visszajönnek egy világversenyről, nyilván nem csak a magyarok, hanem a külföldön játszó játékosok is, vagy a külföldi nemzetiségű játékosok is, akkor edzőként neked majd mi lesz a legelső feladatot? Tehát milyen állapotban szoktak ők visszajönni, mennyire fáradtak, hogy kell neked majd ezt a helyzetet kezelni, figyelembe véve, hogy mindjárt rangadó lesz a visszatérés. Igen, hát mit mondtam, ez az igazi edzői kihívás, hogy van, akinek lesz 8 meccse, vagy 7 meccse, abból a héten majdnem végigjátszik, van, akinek lesz 4 meccse, ahol játszik 10-10 perceket, van, aki egyáltalán nem fog talán játszani, a kimaradók közt lesz, van, aki csalódott lesz, mert
mert nem sikerült. Akik pedig itthon vannak, azok meggyőződésem, hogy erőtől fognak duzzadni, hiszen velük dolgozunk rendszeresen és rendesen, ugyanúgy, ahogy minden világverseny alatt. És akkor ezeket az emberkéket egy szintre hozni, az nem lesz könnyű. Nyilván tudunk mérésekkel, meg nyilván a kommunikációval beszélni, és meglátni, hogy megtapasztalni, hogy ki milyen szinten van. És hát azért egy 2-3 napunk lesz edzéssel készülni a Ferencvárosra, de senki ne gondolja, hogy abban csodák lesznek, vagy csodákra leszünk képesek, mert nem ott fog eldőlni, hanem lesz egy tiszta képünk valóban, hogy ki hogy mozog az alatt a 2-3 edzés alatt, kire hogyan számíthatunk, és még egyszer talán a legfontosabb, nagyon remélem, hogy egészségesen és sérülés nélkül jönnek vissza.